Magyarország első világháborús veresége. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Tüttős Gábor vagyok. Ez a Magyarország az első világháborúban című leckének a harmadik befejező része, amelyben meglepetésszerűen azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan és milyen módon szenvedtünk vereséget az első világháborúban. Nem kifejezetten a hadszínterekre lesz kihegyezve ez a történet, hiszen a tankönyvben sem így szerepel, hanem inkább a hátországi események, a kimerülés, illetve a sztrájkok, meg az ezzel kapcsolatos nehézségek kerülnek előtérbe. De higgyétek el, ennek ellenére szerintem eléggé érdekes lesz, érdemes velem tartani. Persze egy módon derülhet ki az, hogy tényleg jó-e, a végéig meg kell nézni. Az ország kimerülése. Az első világháborút gyakorlatilag végigkísérő jelenség volt az, hogy arról szólt a történet, hogy ki bírja jobban tovább. Ugye ezt úgy is szoktuk nevezni, hogy anyagcsata volt az egész világháború, azaz 1914 őszétől, vagy legkésőbb 1915 első hónapjaitól kezdve a hadvezetések számára világos volt, hogy az fogja megnyerni a világháborút, akinek több tartaléka van, aki többet tud mozgósítani. És hát ez ugye a hadvezetés szempontjából is egy érdekes kérdés, de a hétköznapi emberek számára sokkal érdekesebb, hogy hogyan tudják átvészelni, és hogy milyen hatással van ez az egész országra. Hát Magyarországra jelentem borzalmasan rossz hatással volt. Gyakorlatilag ellátási nehézségek jelentkeznek folyamatosan. Ugye ahhoz, hogy kompenzálja a kormányzat az ellátási nehézségeket, viszonylag gyorsan már jegyrendszert vezetnek be. A romló viszonyok ehhez, vagy ezt eredményezik, hogy bevezetik a jegyrendszert. Hogyha itt a képet megnézzük, akkor tehát három különböző van, ezek a budapesti dolgok. Már 1915 nyarán be van vezetve a Lisztre a jegy. Persze mást is lehetne találni. Ez ugye annyit jelent, hogy csak a megfelelő jegy birtokában és azt leadva lehet megvásárolni az adott terméket, tehát nem kapja az ember a terméket, hanem megvásárolni lehet a terméket. Méghozzá ugye 1915. június 6-ától 12-ig lévő hétre konkrétan 20 deka lisztet. Hát azért ez nem egy olyan nagy adag a 20 deka, az nem egy, tehát ez egy kiadós étkezés, hogyha egy férfi emberről van szó. Mondjuk lisztből, tegyünk hozzá még vizet, hiszen hogyha kenyeret akarunk belőle csinálni, az is szükséges, akkor is egy fél kilósnál nem lesz nagyobb ez a kenyér. Egy hétre azért ez egy picit szűkös. De miért van erre szükség? Hát azért a jegyrendszer mindig arra szolgált, hogy a társadalmi egyenlőtlenségeket egy picit kiigazítsa, és a nyerészkedőket visszafogja. Mert hogy? Ugye nagyon sok esetben az van, hogy a háború esetén ugye lecsökken az élelmiszer mennyisége, nem azért, mert hogy többet esznek a katonák, mint a melósok, hanem mert aki harcol, az nem tud termelni. Ezt mutatja be egyébként ez a jobb oldal, a felső grafikon is, hát eléggé sok mindent bemutat. A reálbéreket is megnézzük, meg majd a búza árát is megnézzük, de elsődlegesen, hát ugye három dolgot mutat be egy grafikon, ez egy picit össze van sűrítve, de hát a helyhiány miatt nyilván így oldotta meg a tankönyv. Értelmezhető, csak egy picit azért nehéz is kell hozzá a tanár általában. Ez a piros oszlop diagram, vagy oszlop mutatja a búza termést, méghozzá millió tonnában, és nyilván ezt a kis léptéket kell hozzá nézni, de egyébként, hogy az arányt nézzük, akkor is látszik. 1913-ban van körülbelül egy ilyen 4,7 milliós búzatermésünk. Hát az, hogy 14-ben és 15-ben nem termett búza, meg 17-ben, az nyilván nem igaz, egyszerűen csak lusták voltak kikeresni az adatokat, vagy nem találtak megfelelő adatokat. Mindenesetre megnézhetjük, hogy 1916-ra ez a 4,8 vagy 4,7 milliós lecsökkent mondjuk 3,3-re. És 1918-ra pedig nem éri el a 3 millió tonnát a megtermelt búza mennyisége. Ez nem azt jelenti, hogy akkor helyette árpát vagy kukoricát termeltek, hanem egész egyszerűen azt jelenti, hogy jóval kevesebb volt a munkás kéz, aki ezt előállította. Ugye őket mondjuk a történelemben pont nem munkásoknak, hanem földműveseknek nevezzük, de ezt a korábbi videóból már láthattátok, hogy elsősorban a földműveseket és a napszámosokat sorolták be, sorozták be a hadseregbe.
mert hogy a gyári munkásokra úgy gondoltak, hogy nagyobb szükség van a hadi anyag előállítása céljából, a földeket majd meg úgyis művelni fogják az emberek. Szóval csökken az élelmiszermennyiség, persze nem csak a búza, hanem az összes többi élelmiszermennyiség is csökken, és ennek következtében ugye ellátási nehézségek vannak, és azért, hogy a gazdagok ne élvezzenek akkora előnyt a szegényekkel szemben, bevezetik a jegyrendszert, hogy egységes mennyiséget vásárolhassanak az emberek. Ez természetesen sosem valósul meg, hiszen a gazdagok mindig is előnyben lesznek a szegényekkel szemben, de ez azért tompít a különbségen. A tankönyv azt mondja, hogy az ellátás a háború gyakorlatilag első éveit követően már nem biztosított. Én ezt nagyon-nagyon árnyalnám, ezt a kijelentést, mert hogy az, hogy az ellátás nem biztosított, mondjuk az élelmiszer ellátás nem biztosított, ez csak is a városok vonatkozásában igaz. Ugyanis a falusi ember az megtermeli magának az élelmiszert. Tehát a falusi ember az nem éhezik, hogyha nem veszik el tőle a tojást, a tyúkot, a disznót, az ebből származó húst, vagy éppen a megtermelt gabonát. A falusi ember az ki tud menni az erdőre, és tud magának bogyókat szedni, bármilyen ilyen őskori dolognak gondolná ez bárki is. Ez nem őskori dolog, ez egészen a 20. századig teljesen normális volt, hogy kimentek az emberek, és összeszedték a vadgyümölcsöket, meg a mit tudom én, diót, ami ugye szintén gyümölcs, csonthéjas termés, és elő tudták állítani maguknak az élelmiszert. Hát gondoljunk bele, hogy mondjuk a tyúkoknak milyen eredet kell adni. Persze szereti a mindenféle gabonát, tehát a búzát nagyon szereti a tyúk, de hogyha csak berbecset vagy valamiféle tyúkúr tépkedünk neki, az is tökéletesen megfelelő. Azzal is el van, akkor is fog tojást tojni, nem annyit, és nem olyan szép lesz a sárgája, de fog tojást tojni. És felneveli, tehát a disznót is föl lehet nevelni, nem csupán, mit tudom én, purina takarmányon, hanem normális moslékon, meg mindenféle összekapart dolgon föl lehet nevelni a disznót. Tehát a falusi ember ez nem éhezik. A városi ember éhezik, tehát a városiakra vonatkozik ez, hogy nem volt biztosítva az ellátás, és nem véletlen mind a három jegy egyébként konkrétan Budapestre vonatkozik. Tehát egy falu viszonylatában ennek nincs értelme, hogy lisztet vásárolni, tehát senki sem vesz lisztet falun, ezt előállítják maguknak, vagy legalábbis elcserélik, hogyha arról van szó. Persze, nyilván ugye, ahogy előre halad a világ, úgy fog ez megváltozni, és ma már az emberek döntő többsége nem előállítja az élelmiszerét, hanem megvásárolja, de 100 évvel ezelőtt, vagy 120 évvel ezelőtt azért ez nem egészen így nézett ki, mint ahogy nálunk kinéz. Magyarán a jegyrendszer az a városok lakosságát segíti, és nem ártana a tankönyvben sem árnyalni, hogy ez a városokra vonatkozik, mert ez mindig is így van. Most őszintén szólva, hogyha beköszöntene itt a zombi apokalipszis, akkor a városlakók lennének azok, akik először elhagynák a lakóhelyüket, hogy ott vannak sokan, és nem tudnak mit enni. Tehát egy budapesti bármilyen előnyöket élvez, mondjuk kultúra terén, vagy sport terén, vagy szórakozás terén, nem tudja ellátni önmagát, mert nagyon szép az Andrássy út, de nem lehet rajta búzát vetni. Ezzel szemben mondjuk egy falusi embernek rendelkezésre állnak a földek, ahol tud termelni. Más kérdés, hogy nem használjuk ki manapság ezeket a lehetőségeket, de rendelkezésre áll. Én magam is egy olyan környezetben lakom, hogyha olyan kedvem tartanák, akkor tarthatnánk tyúkokat. Ez mondjuk Budapesten, ha van a lakótelepen, sokkal nehezebb. A városlakók lesznek tehát azok, akik kiszolgáltatottak, és őket próbálják ezekkel az élelmiszerjegyekkel, meg igazából mindenféle jeggyel lecsitítani. Egyébként, ha megnézzük, hogy belemászunk már így a jegyrendszerbe, 1918. február 1-től február 28-ig egy hónapra vonatkozóan vásárolhat egy budapesti lakos ekkoriban 5 dekagram maláta kávét. 5 dekagram kávét. Hát mondjuk azzal azért kávéházat nem lehet nyitni, az biztos. De ugyanígy vonatkozik az egy darab hadi mosószappan 1917. november 20-tól december 9-ig. Erre mondhatnánk azt, hogy hát ez nem egy olyan nagy dolog, hiszen hát annyit nem használ egy szappan, nem használ az ember egy, mit tudom én, 2 hét alatt. Igen, de ez ugye nem mosakodás, nem csupán mosakodásra való, hanem mosásra való. Tehát mondjuk mosni szeretett volna valaki, akkor egy ilyen szappant vásárolhatott.
Ugye, hogyha mondjuk belegondolunk a Főce Borbálába, a mamára, aki ment föl a padlásra teregetni, ő hát azért nem biztos, hogy úgy neki elegendő volt egy darab mosószappan, hogyha mondjuk ez volt a megélhetése. Hát tudjuk, hogy nem is sokáig húzta szerencsétlen. Ugye, aki nem tudná, az bízom benne, hogy utána néz, de azért illik tudni, hogy József Attila édesanyjáról van szó. Szóval, mindezek következtében hatalmas sztrájkok kezdődnek a városokban, főleg Budapesten. Ezt alátámasztja a tankönyvi táblának, vagy a tankönyvi diagramnak a vonaldiagram része, amely a reálbérek alakulását mutatja méghozzá 1913 és 18 időszakában. Ugye azért szokás 13-mal kezdeni, mert az az utolsó békeév, az az utolsó teljes év. Tehát amikor tehát vonatkoztatunk az első világháborús nehézségekre, vagy mondjuk Trianonra, akkor azt tapasztalhatjuk nagyon sok esetben, hogy 13 a kiinduló adat, hiszen az még egy korrekt teljes úgymond békeév volt, nyilván nem volt béke, de számunkra az volt, vagy nagyobb mértékben volt az, mint az azt követőek, és így a reálbéreket is innen nézzük. 1913-hoz képest 15-re, például mondjuk a napszámosoknak a reálbére, akik ugye feketével vannak jelölve, már alig több, mint mondjuk 60-60 pár százalék. Ugye a reálbér az nem azt jelenti, hogy csökkent a bérük, a reálbér az azt jelenti, hogy a fizetéséért, a megkapott béréért hány darab kiflit tud megvenni az illető, vagy hány darab kisfröccsöt, ugye kinek mi a fontosabb. Tehát konkrétan a vásárló értékét jelenti a fizetés. Nem fogják csökkenteni a fizetést, mert az hatalmas nagy elégedetlenségekhez vezet egyébként az infláció is, de a fizetés csökkentés az sokkal gyorsabban megérti az egyszerű melós, mint az inflációt, mert az csak tapasztalja. Ugye ugyanúgy mondjuk, mit tudom én, 100 korona volt a fizetésem, és csak mondtam egy számot, hogy 100 koronát tudott megkeresni a napszámos 15-ben, mint 13-ban, csak 13-ban tudott rajta venni, mit tudom én, 100 liter bort, a 1915-ben pedig már csak 62 liter bort tud rajta venni. Ez a reálbércsökkenésnek a lényege. Hogyha megnézzük, akkor 15-ig gyakorlatilag úgy 15 feléig a reálbércsökkenés az kiegyenlített. Viszont ezt követően elkezd drasztikusan csökkenni a tisztviselőknek a fizetése, mármint a tisztviselők fizetésének az értéke. A napszámosoké is csökken, és legkevésbé a gyári munkásoké. Ennek az a magyarázat, hogy a gyári munkások fizetését azért próbálják korrigálni és emelgetik, sőt, ha megnézzük 16 és 17 között még emelkedett is a reálbérük, aztán 18-ra persze megint csökkent, mert a gyári munkásoknak a munkáját többre becsülték. A napszámosok is tudnak többet kérni a munkájukért, hiszen tehát vagy elszegődnek valamennyi pénzért, vagy nem. Meg úgy nagyjából egységesen tudnak föllépni a munkáltatókkal szemben már amennyire van erre lehetőségük. A tisztségviselők meg a bürokraták, az irodában dolgozók, azok, akik nem igazán tudnak mit csinálni, akik egy kiszolgáltatott réteg. Leginkább azért persze, mert hogy ők jó eséllyel nem is nagyon tudnak más munkát elvégezni. Tehát most nem akarom bántani a fajtámat, de a tanárok döntő többsége azért nem alkalmas más munkára, mint a tanításra. Itt hozzá szoktam még élőszóban tenni egy gondolatot, de itt ezt most mellőzném. És nem is nagyon szeretne más munkát csinálni. Ugyanígy mondjuk egy hivatalban dolgozó ember nem nagyon alkalmas mondjuk gyári munkára. Lehet, hogy meg tudná csinálni, de nem akarja. És inkább elviseli azt, hogy a fizetésének a reál értéke 13-hoz képest 18-ra már alig több, mint 30%-ra csökkent. Tehát 30%, amíg 13-ban 100 liter bort tudott megvenni, 18-ban a fizetéséből, 18-ban 30 liter bort tud megvenni. Most ez a bor esetében nem egy akkora tragédia, de mondjuk ha kenyérről beszélünk, akkor az. Ennek következtében természetesen sztrájkok kezdődnek, amit a másik táblázat is bemutat, a szakszervezeti taglétszám alakulását. 1916-tól kezd el drasztikusan emelkedni, ez persze Károly Mihály politizálásának is a következménye.
aktív politizálásának, vagy aktívabb politizálásának és politikai szerepvállalás, szerep növekedésének a következménye. 16-ban még 100 ezer fő körüli létszámról beszélünk, 17-ben már 200 ezer, 1918-ban már több mint 600 ezeren tagjai a szakszervezeteknek, tőlük remélve a viszonyok jobbítását és javítását. Ugye a sztrájkok és a reálbérnövekedés az összhangban van. A harmadik dolog, amit még ebből a táblázatban, vagy ebből a diagramból nem elemeztem, a búza árával, tehát értelemszerűen, ha megnézzük mondjuk a búza ára mázsánként, itt 20 korona volt, egy mérőmázsánként, 20 korona volt 13-ban, 14-ben már 30 fölött van, 15-16-ban 40 körüli, 18-ban meg már majdnem 70, tehát 65-68 korona közötti az ár. Nagyon-nagyon drasztikus az emelkedés, ezzel függ össze a reálbér csökkenés, ugye nyilvánvalóan. 1916-tól tehát háború ellenes szólamokkal jelentkeznek az ellenzéki pártok, főleg a Magyar Szociáldemokrata Párt, illetve a pár évvel korábban alakult Országos Polgári Radikális Párt, aminek a vezetője Jászi Oszkár, és a városi értelmiségi réteget tömörítette, akiknek nem volt annyira szimpatikus a szocialista-kommunista irányzat, hanem helyette egyfajta liberálisabb nézeteket vallók tartoztak közéjük. Tehát 16-tól ők már bőven a háborút támadják, és a kormányzatot támadják azért, hogy miért van egyáltalán háború, hagyjuk már abba, ez mindenkinek rossz. És ezt a vonalat fogja felvenni Gróf Károly Mihály 1916-tól, aki a Függetlenség és 48-as pártnak az élére áll, ezért fogják Károlyi pártnak nevezni ezt az alakulatot, és a korábbi hagyományos függetlenségi politikáját, tehát azt a politikát, amely azt mondja, hogy el kellene szakadnunk Ausztriától, és önállóan kellene itt boldogulnunk, ezt elkezdi egyre gyakrabban kiegészíteni olyan baloldali, mármint politikailag baloldali elemekkel, amelyek ebben az időszakban nagyon-nagyon vonzóak és jócsengőek a nélkülöző lakosság számára. Itt konkrétan a választójog kiterjesztésére kell gondolni, illetve a földkérdést kezdi el hangsúlyozni, vagy megcibálni. Azt mondja, hogy földhöz kellene juttatni a lakosságot minél nagyobb mértékben. Ezt mindig szívesen hallják a vidékiek, a választójog pedig inkább a városi lakosságnak szimpatikus. A vidéki parasztság az nem igazán törődik annyira a választójoggal, mint mondjuk a városi munkásság, de tény, hogy mind a kettőt szívesen hallják. A politikájának hangsúlyos eleme, ugyanúgy, mint az előzőleg említett pártoknak, a béke. Békét szeretne elérni, és ennek érdekében egyre gyakrabban tesz német ellenes és antant barát kijelentéseket, aminek következtében az emberek számára szimpatikusabb, egyre inkább szimpatikus lesz. Nem azért, mert hogy az Antantot annyira szeretnék, hanem mert azért, mert úgy gondolják, hogy minket tulajdonképpen a Németország rángatott bele a háborúba, tegyük hozzá, hogy van is némi igazság mögötte, önállóan kellene politizálnunk, és egy alternatívaként jelenik meg az emberek számára ebben a kérdésben Gróf Károlyi Mihály. Az emberek persze azt nem tudhatták, hogy az Antant számára Károlyi egy ellenzéki politikus. Egy ellenzéki politikussal normál esetben egy kormányzat, egy hatalom fölösleges, hogy tárgyaljon. Ellenzéki politikusnak nem igazán van beleszólása a hatalomba, és ennek következtében az Antantnak Károlyi tulajdonképpen a legkevésbé sem tárgyalópartner, nem is veszik komolyan. Más kérdés, hogy erről a lakosság ugye mit sem tud, és ennek következtében persze nem csökken az ő egyre növekvő népszerűsége. A háborús vereség. 1916. novemberében meghalt Ferenc József, és a képen jobb oldalon itt látható IV. Károly veszi át tőle a uralmat. Nem csak Magyarországon, hanem természetesen Ausztriában is. Erről szól egyébként egy kifejezetten jó
videó, mármint a koronázásról, ami jól mutatja be azt, hogy milyen baljós előjelek kísérték az ő koronázását, itt a megbotlástól, meg a korona megbillenés, tehát hogy a fején megbillen a korona keresztül, sok más dolog is. Aztán persze ugye nem is lesz túl hosszú az uralma az utolsó magyar királynak, aki konkrétan ugye 1918-ig fogja majd viselni a méltóságot. A közelgő vereség érzete miatt Károly béketárgyalásokba elkezd az Antanthoz közeledni, és megpróbál egy olyan alternatívát keríteni, ami mind a két fél számára elfogadhatatlan, de egyrészt ő nem kínál eleget, másrészt az Antant meg nem kíván vele foglalkozni, tehát gyakorlatilag eleve kudarcra van ítélve az egész úgynevezett békemisszió. Azért, vagy annak érdekében, hogy csökkentse a feszültségeket, 1917-ben egy nagyon komoly változásra szánja el magát IV. Károly, meneszti Tiszát, hát konkrétan ez ugye úgy néz ki, hogy felszólítja a lemondásra Tisza Istvánt, aki természetesen eleget is tesz ennek a felkérésnek, és előbb a képen bal oldalon látható Eszterházi Móricot nevezi ki IV. Károly némi meglepetésre, majd miután az ő kormánya gyakorlatilag életképtelennek bizonyul, mert hogy igazából senki nem támogatja, hogy egy politikailag viszonylag súlytalan ember ebben az időben, és se a kormánypárt, se az ellenzék nem igazán áll mögé, ezért pár hónap után le is mond. Ezt követően Vekerle Sándort fogja megbízni az újonnani kormány alakításra, ez már ugye a harmadik kormánya. Az ekkor már igen idős Vekerle Sándor, ellentétben Károly, vagy Eszterházival, bocsánat, igen nagy tekintélynek örvend, de mivel a mozgástere továbbra is ugyanolyan szűk, mint mondjuk akár Eszterházinak, akár Tiszának, gyakorlatilag nem tud jelentős eredményeket elérni az országban. Ennek ellenére nem fogja elmozdítani IV. Károly. 1918 tavaszán felcsillan a remény, hogy talán akár jóra is fordulhatnának a dolgok, hiszen egyrészt van a Brest-Litovszki béke, másrészt ennek következtében a Romániával kötött béke, ami ugye tehermentesíti a keleti frontot, és így nagyobb erőket tudunk Itáliába a Piavei frontra átmozdítani, hiszen ugye a Caporettói áttörés következtében ekkor már Piave folyónál van a front. Ugyanakkor nem segít hosszú távon a dolgon, és az osztrák-magyar monarchia, ezen belül persze a Magyarország is, egyre nagyobb mértékben merül ki. Nem csupán emberanyagban, hanem élelmiszerben, hadianyagban, gyakorlatilag mindenben, és ennek következtében egyre nagyobb mértékben növekszik az országban a feszültség. Egyre gyakoribbak a sztrájkok, és érezhetően feszül meg a lakosság. IV. Károly ezen próbál enyhíteni. Nem túl nagy eredménye, de azért próbálkozik. Először is a bilzoni pontokat szeretné szem előtt tartani. A bizoni pontok önmagában olyan dolgokat tartalmaznak, ami IV. Károly számára azért bizonyos szempontból elfogadhatatlan, például mondjuk az osztrák magyar monarchia felbomlása, vagy a népek önrendelkezési joga, de ugyanakkor az annexió nélküli béke az nagyon-nagyon szimpatikus lehet Károly számára. Hát aki vesztésre áll, annak szimpatikus az, hogy a győztes az ne raboljon el a másiktól területeket, vagy ne okozzon olyan sérüléseket, gazdasági nehézségeket, amelyeket a vesztes fél nehezen tudna kihevelni. Tehát nyilvánvalóan szimpatikus, ha vesztésre áll. Most hát az Antant számára, mint ezt egyébként a történelmből tudjuk, pont ne, abszolút mellékes volt az, hogy Wilson amerikai elnök mit akart volna. 1918. októberére érett meg IV. Károlyban a gondolat, hogy kiadjon egy kiáltványt október 16-án, az úgynevezett Föl kell manifestet, aminek a német címe az An meine getreuen österreichischen Völker, a hű osztrák népeimhez. Ez az ausztriai vonatkozásra ad ki tervezetet, ugye konkrétan Ausztria
föderatív újjászervezését szeretné ezzel megvalósítani, azaz nagyobb beleszólást biztosítana az osztrák-magyar monarchia osztrák részéhez tartozó népeknek, például mondjuk csehek, szlovének, osztrákok, és még lehetne sokat sorolni a népek közül, hiszen egy sok nemzetiségű birodalom volt. A probléma ezzel az, többek között, hogy bár nagyon jó az elképzelés, elképesztően elkésett. Hogyha ezt esetleg mondjuk az elődjei egy 30-40 évvel korábban, de akár csak 10-15 évvel korábban tették volna meg ezt a kiáltványt, akkor valószínűleg másként alakul a történelem, de hát ez a fikció birodalma lenne, és nem egy történelmi videóba való. Ez a Fölkel Manifest, ez a kiáltvány, amely biztosítaná a népek önrendelkezési jogát, vagy legalábbis nagyobb beleszólását a hatalomba, természetesen közel sem elég ekkor már a nemzetiségeknek. A csehek, a románok, délszlávok mind-mind új államot akarnának. Hozzáteszem, hogy a románok és a délszlávok, azok ugye csak félig meddig reménykedhettek volna a Fölker Manifest, tehát a kiáltvány sikerében, mert hogy rájuk nem vonatkozik. Érdekes módon hasonlít a IV. Károly története a 16. Lajoshoz, aki azért, hogy nehogy valami probléma legyen, mondjuk Párizs környékén, ezért megerősíti katonasággal a várost, vagy a város környékét, és ez okozza azt, hogy a lakosság ezen földühödve gyakorlatilag, vagy ez is okozza azt, hogy hozzájárul, hogy kirobban a nagy francia forradalom. A Fölker Manifest, tehát ez a kiáltvány, azért születik, hogy lecsillapítsa a nemzetiségeket, és ehelyett egy kontraproduktív hatást, egy ellentétes hatást vált ki, mert hogy konkrétan a hatására is, ennek a kiáltványnak a hatására is nemzeti tanácsok jönnek létre, és gyakorlatilag maguknak deklarálják az önrendelkezési jogot, azaz maguk kezébe helyezik azt, hogy saját sorsukról dönthessenek. Ekkor fennáll a kérdés, hogy IV. Károly hogy reagálja le ezt a dolgot. Ugye lehetne erőszakosan reagálni, hogy akkor szurony szegez támadás, vagy cél tűz, mondjuk belelőni a tömegbe, vagy félreállhat békésen. Ezt a történelemben többször, többféleképpen reagálták le. IV. Károly szerencsére az utóbbi módon oldotta meg a helyzetet. Nem azért szerencsére, mert ez így jobb nekünk, mert nem lett jobb. Nem azért szerencsére, mert hogy ez a dolgok rendje, hanem azért, mert minden egyes ember életét kár. És így azért talán többen menekültek meg. Egész egyszerűen azért hagyja ezeknek a nemzeti tanácsoknak a létrejöttét, hogy megakadályozza a forradalmat. Csak hát ugyanaz a szituáció, megint csak, mint 16. Lajosnál, gyakorlatilag pontosan ez fogja indukálni ott a forradalmat, ahol még nem kezdődött meg. Így például mondjuk Magyarországon is, ugye az őszi rózsás forradalom, amelynek a katonáit a szöveg mögött elbújva ott láthatóak. Ennek hatására bontakozik ki, és nem csak Magyarországon, hanem gyakorlatilag a monarchia minden egyes jelentős központjában ilyen forradalom robban ki, ami azt eredményezi, hogy az osztrák-magyar monarchia összeomlik. Mindez párosul azzal, hogy az olasz fronton van egy igen komoly antant támadás, és IV. Károly így hajlik a fegyverszünetre, amit 1918. november 3-án Padovánál írunk alá, vagy írnak alá, ami gyakorlatilag egy kapituláció. Ez azt jelenti, hogy feltétel nélküli megadás, föltesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy azt csináltok velünk, amit akartok. A probléma az, hogy még ezzel a kapitulációval is rontott a helyzetén, nem csak a saját helyzetén, hanem Magyarország helyzetén is, mert hogy nem voltak pontosan letisztázva a feltételek. Az osztrák-magyar hadsereg már november 3-án abba hagyta a harcot, hiszen kihirdették számukra a kapitulációt.
Az Antant hadsereg pedig hát november 4-től vette komolyan ezt a dolgot, mert hogy az volt beleírva a szövegbe, így hát még egy utolsó offenzívával egy kb. 350 ezer hadifoglyot sikerült ejteniük, ami hát nem segített a monarchia helyzetén. Persze nem csak ennek következtében, valószínűleg ezek a katonák már, tehát hogyha akartak volna, meg tudták volna védeni magukat, de annyira azért már nem akartak harcolni egy jó pár év lövöldözés meg ágyúszó után, úgy gondolták, hogy akkor legyenek inkább hadifoglyok. A képen fölül a háttérben hadifogoly táboroknak a képei sejlenek föl, itt pedig az éppen fogságba eső, illetve az olasz fronton harcoló katonák, akik aztán később fogságba esnek. A kapituláció egyébként bármelyik stratégiai pontot átengedte az osztrák-magyar monarchia területén belül, és már előzőleg is, tehát még a békeszerződést megelőzően korlátozza önként a hadsereg létszámot. Ezekkel próbálta elhárítani a katasztrófát IV. Károly, csak hogy egy dolgot nem vett figyelembe, tehát ezzel véget ért számunkra a világháború, elveszítettük a világháború. Amit nem vett figyelembe az az, hogy ettől még azért az ellátás továbbra is katasztrofális, ettől még továbbra is forradalmak robbantak ki a hátországban, ami ugye az egész fegyverszünethez, illetve a bocsánat, kapitulációhoz vezetett, és ennek következtében azért a lakosság továbbra is borzalmasan elégedetlen és nagyon-nagyon komoly mértékben nélkülöz. Egy pár dolgot szeretnék még hozzátenni, itt egyébként az olasz esti hírnök adja hírül, hogy Ausztria kapitulált. A magyar néplélekről két dolgot osztanék meg, az egyik egy a Borsszem Jankóban megjelent képrejtvény. Ez a képrejtvény, nem is tudom, október végi, 1918. október végi számban jelenik meg, és tehát ezt kell megfejteni, hogy mit jelent ez a kép. Hát nem találgatunk, nem azért vagyunk itt, hogy akkor rejtvényeket adjak fel. Konkrétan a megfejtés az, hogy tömegsír. Hát nem akarok ezzel így nagyon-nagyon, vagy nem akarok ebben nagyon mélyen belemenni, de egy vicces képrejtvénynek az a címe 1918. október végén, hogy tömegsír, az azért úgy jó képet ad szerintem a magyarság lelki állapotára, hogy még a legnagyobb tragédiák és katasztrófák közepette is képesek vagyunk ilyen dolgokkal poénkodni. Ehhez kapcsolódik a másik kép, amit szeretném megemlíteni, ez a legkevésbé sem poénos, szerintem az egyik legjobban sikerült első világháborús emlékmű, Böjte Horváth István Vácrátóti emlékműve látható a képen, amely tökéletesen jól bemutatja azt, hogy körülbelül mit eredményezett az első világháború. Nem csak ezt az emlékművet lehetne megemlíteni, hanem azt is meg kell említeni, hogy szinte minden egyes községben, faluban, városban avattak első világháborús emlékműveket, és nem csupán azért, hogy az ezt követő Horthy korszak megemlékezzen a dicsőségről, meg a harcról, meg a hősies helytállásról, hanem azért is, mert rengeteg katona egyszerűen ugye eltűntként volt nyilvántartva, vagy éppen ugye, ha tudták is, hogy meghalt, nem otthon volt a sírhelye, és nem lehetett hova kimenni a temetőbe, hogy akkor gyertyát gyújtsanak neki, imádkozzanak a lelki üdvért, oda menjenek, és együtt szomorkodjon a család, akár halottaknak, akár csak úgy megszokás szerint rendszeresen. És ezért is jöttek létre ezek a hősi emlékművek, hogy ott ezeket meg tudják tenni az özvegyül maradt asszonyok, vagy éppen az árván maradt gyermekek. Ami egyrészt szép, másrészt meg nagyon-nagyon szomorú. Van egyébként egy másik fontos következménye is az első világháborúnak, szintén az özvegyen maradt nőkkel kapcsolatos. Kis-Magyarország területén ekkor válik megszokottá az, hogy a nők a nőkkel is táncolhatnak, most a néptáncról beszélek természetesen. Mondjuk az erdélyi területen ezt követően sem lesz ez elfogadó, de Kis-Magyarország területén, például mondjuk az én szűke pátriámban, Sárközben,
ez teljesen normálisnak számít innentől kezdve, hogy táncolnak egymással, persze nem az első évben, vagy az első években, de későbbiekben azért gondoljunk bele, hogy mondjuk egy 23 évesen, vagy 25 évesen özvegyen maradt nő leéli az életének a hátralévő mondjuk 40-50 évét, azért időnként azért szeretné még táncolni, persze megtartva a tisztességet, idegen emberekkel azért nem, mert hát mégiscsak egy özvegyasszony gyerekeket nevel, de más özvegyasszonyokkal összekapaszkodva azért tudni, vagy tudják feledni a búvót. Ennyi lett volna az első világháború vége Magyarország vonatkozásában. Remélem, hogy nem volt túl unalmas, vagy remélem, hogy kedvetekre való volt. Ha esetleg tetszett, akkor egy lájkkal, vagy egy csatornára való feliratkozással honoráljátok a tevékenységemet, ha még nem tettétek meg. Ha esetleg valamit elrontottam, vagy nem annyira tetszett, akkor írjátok meg kommentben, és megpróbálok érvelni, hogy miért így, vagy miért azt mondtam, amit. Természetesen a csatorna támogatásának egyéb lehetősége is van. Itt szeretném külön megköszönni azoknak, akik anyagilag támogatják a csatorna működését. Nélkületek nehezebb lenne, veletek sokkal jobb. Köszönöm, hogy vagytok, és bíztatok másokat is, hogy csatlakozzanak hozzájuk. Nem feltétlenül megterhelő szerintem havi szinten mondjuk egy doboz sörnek az ára, vagy akár ennél egy picivel több, főleg annak vonatkozásában, hogy bármennyire patetikusan hangzik, azért én úgy vélem, hogy amit csinálok, azért az a közoktatást segíti azoknak a diákoknak a javára van, akiknek nem biztos, hogy olyan történelem tanárok van, akinek segítségével könnyebben fel tudnának készülni az érettségére. Meg hát végül is itt vagy és nézed, szóval talán neked is kedvedre való. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, nézzétek meg a többi videót is, jövő héten elvileg jelentkezem, ha minden jól megy, addig is vigyázzatok magatokra, és ne felejtsetek el mosolyogni. Sziasztok!